Jelentkezem a Bécsi Kámványtárról 2019-ben, ezt a Villamos Múzeum az Evízébe és a Főműhelybe tartják. Ilyen felvétel át a Villamos Múzeumba készül, amire majd egyszer csinálunk egy részletet, amikor nincs tele emberrel, tehát lehet szinte a forgat. A Villamos Napot Bécsben évente egyszer rendezik meg, és akkor ez egy sokkal nagyobb szabás rendezvény, mint a Budapesten található kisebb kocsiszínűnek. Ennek az az értelme, hogy egy napra összpontosítják a lehetőséget és az erőket. Itt kipróbálható sok minden, ami egyébként nem. Például az amerikán villamos kocsinak is itt van az első, illetve több kocsira is fel lehet szállni. Egyébként ebben a múzeumban ezt nem szabad és nem szabad. Üdvözlök mindenkit a Bécsi Villamos és Jármű Főműhelyből, Kámványtár alkalmával. Tehát megérkezett az új mikrofonom, hála a Wimmer Liliennek, reméljük, hogy a hangminőség ezáltal javulni fog. Mögöttem látható egy T1-es jármű, aminek az a tulajdonsága, hogy most lett felújítva és korszerűsítve. Egyébként a Főműhely területén rengeteg bemutatót tekintettünk meg, különböző szakszolgálatok, pályás, szállító szakszolgálatok, a tűzoltóság bemutatói, különböző szakterületekről próbálok egy videót csinálni, lássátok. Egyébként itt is hangsúlyt fektettek a gyerekekre, a csipre és a felnőtt rajongókra egyaránt. Várhatóan az esemény este 9 óráig tartana, de ahogy megnézitek a fölöttem lévő kék felhőt, szerintem szinte kizárt, hogy ez ne lenne hamarabb vége az eső miatt. Reméljük, hogy még tudok pár jutékeket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, és jövök a csatornára. Sziasztok!